A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a térképek nagy segítséget jelentenek a tanulmányok vagy utazások során. Sokféle dolog kiolvasható a térképekből, hogy mik is ezek, megtudhatják a következő percekben. Tartsanak velünk! A cél az lenne, hogy olyan térképeket mutassunk be, és olyan térképeket beszéljünk meg, ezzel előrevetítve azt, hogy lesznek kérdései, amikre nagyon örülnék, hogyha érkeznének válaszok, és ez egy picit interaktívabb előadást tudna lenni, amelyek valamilyen a térképnél önmagánál több, mélyebb történetet mesélnek el, elsősorban politikai megközelítésben, külpolitikai megközelítésben, és innen jön az én kapcsolódásom szakmai oldalról. Én egyrészt a Matthias Corvinus kollégiumnak a végzettje és nagyon régi öreg diákja vagyok, 2004 óta vagyok ilyen-olyan affiliációban az MCC tagja. Másrészt pedig a külügyminisztérium főosztályvezetőjeként dolgozom, és ebben a feladatban is nyilván a külpolitikához és a körülöttünk lévő világhoz viszonylag aktív kapcsolatom van. Viszont a személyes oldalnak a kötődését a térképek témájához egy kérdéssel kezdeném egyből, hogy ki az, aki hozzám hasonlóan gyerekkora, fiatalkora óta rendszeresen forgat térképeket? Igen, tehát a térképekhez való kapcsolódás az valóban, én is ez a tapasztalatom, hogy viszonylag korai időkben kezdődik az emberek többségénél, főleg azoknak, akik érdeklődnek a körülöttünk lévő világról. Az én első térképem, vagy atlaszom, amit elkezdtem forgatni gyerekkoromban, az nagyapám könyvespolcán egy 1957-es világatlasz volt, és ezzel már egy érdekes aspektusához jutunk el a térképeknek. Elsőként ahhoz, hogy mindig egy pillanatképet ábrázolnak. És nyilván az 1957-es világatlasz, az miközben ugyanazt a földrajzi teret mutatja, tehát a földrajzi adottságaiban a világnak nyilván egészen minimális változások történtek ebben az elmúlt kicsit több mint 60 évben, ugyanakkor azt a politikai képet, amit egy 1957-es világatlasz prezentál, azt nagyon nehezen találnánk meg a legtöbb aspektusában a mai világban. Úgyhogy kezdjük is azzal az első térképpel, amit hoztam. Mit ábrázolhat ez a térkép? Mi lehet ezen? Elárulva azt, hogy ez egy térkép. Ez az első megmaradt térkép maradványa a történelemből. Van-e esetleg valakinek tipje, hogy mikorról származhat ez a térkép nagyjából? Nyilván időszámítás előtt 5000. Igen, az már közelebb lesz. Időszámításunk előtt 25 000-ből származik ez a térkép, és a mai napig megtekinthető Dél-Csehországban, ráadásul nem is túl messze tőlünk, a dél-csehországi Diev folyó környékén egy vadászterületnek a leképzése volt. Értelemszerűen ekkor még faragványként egy csontba belevájva, utakat, dombokat és a környéknek a folyózatát, vagy folyóit ábrázolja a térkép. Ez pedig az első világtérképünk. Ez mikorról származhat? Azért az ábrázoláson látható területek azok már árulkodnak a koráról is nagyjából. Amerika felfedezése előtt. Igen, mindenképpen Amerika felfedezése előtt. Egy picit későbbi, de nagyjából ez a korszak. Ez időszámításunk előtt 600-ból származik, és Anaximandrosz görög térképésznek a munkája. És látjuk már azt a térképen, hogy azt a környezetet, amit a Mediterráneum medencéjében az ókori Görögország belakott, meg ami ilyen szempontból egy aktív területe volt az akkori civilizációnak, azt már nagyon-nagyon nagy vonalakban, de azért mégiscsak a ma ismert ábrázolás szerint, vagy ma ismert formában láthatjuk. Értelemszerűen már ott Afrika megjelenik, de nagyon-nagyon sematikusan. Ázsiának is a mai Törökország része, Anatólia, az megjelenik, de megint nagyon sematikusan. És minden más, az pedig ennek megfelelően viszonylag
Biztos sokan találkoztak már ezzel a mémmel az interneten, hogy hogyan támadhatták meg a japánok Pearl Harbort 1941-ben, miközben ennyire messze van Japántól. Értelemszerűen ez egy vicc, de mire mutat rá a térkép? Mire tudunk már következtetni, hogy mi az, amit látunk ebből a térképből, világtérképből, ami az ábrázolásnak a kérdése? Pontosan, tehát azt a nehézséget, azt a dilemmát, ami a sík ábrázolásban mutatkozik meg, hiszen a legnagyobb dilemmája alapból a térképkészítésnek és a térkép ábrázolásnak az, hogy van egy háromdimenziós gömb, vagy pontosabban geoid alakú földünk, és ezt a geoid alakot kell valahogy két dimenzióban papírra vagy másra, de síkra vetíteni. És ennek megfelelően, és ezzel indulunk el az előadás első része felé, azzal, hogy hogyan ábrázolunk egy környezetet síkban, azzal már szemléletet választunk. És ez a szemléletválasztás befolyásolni fogja azt, hogy hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot. Ugyanezt a dilemmát rajzolták meg még egyszer, amikor tavaly év végén egy kínai kémballon, kémléggömb repült át az Egyesült Államok területére. Ugyanez, hogyan jutunk el Kínából Európán át Amerikába úgy, hogy ezt senki nem veszi észre. És hogyha mindehhez egy olyan vetületet választunk, már egy kétdimenziós ábrázolásban, ami viszont a valóságra reflektál, akkor láthatjuk azt, hogy ebben a megközelítésben, hogyha így nézzük meg, és így próbáljuk meg a világot levetíteni a két dimenzióba, akkor már is egy értelmezhetőbb és ilyen szempontból magyarázóbb látásmódot fogunk kapni. Mit látunk ezen a térképen? Ez a kérdés sokszor fog elhangzani ma este. A világot. Így van, tehát egyrészt egy világtérképet látunk, kontinenseket, országokat. Dombozatot azt nem. Így van, tehát elsődlegesen is egy világtérképet látunk, azon belül is általában egy alapvetően politikai térképet látunk, és úgy látjuk a világot ezen a térképen, hogy általában térképeken a világot látni szoktuk. Tehát, hogyha az elénkérülő világtérképeket nézzük, de valószínűleg, ha a készülő világtérképek halmazát nézzük, akkor is a 95%-a legalább ebben a megközelítésben ábrázolja a világot. Miben más ez a térkép? Egyrészt domborzat, tehát továbbra is világtérkép, más a domborzat, és más középpontválasztás van. Technikailag még az is kirajzolódik, így van. A földre, a óceán alatti hátságokból még a tektonikai lemezek is részben kirajzolódnak. De az elsődleges szemletbeli különbség az az, hogy nem a klasszikus Atlanti-óceán központú, Európa központú, vagy ha úgy tetszik, nyugati világ központú térképet látunk, hanem egy talán technikailag Ausztrália központú, politikailag azért inkább Kína központú világtérképet látunk. Mi az, ami máshogy látszik ezen a térképen, mint az előzőn? Ami föltűnő. A vízfelületek egyrészt nagyobbnak látszódnak, másrészt pedig... Még mielőtt... Két kontinens között a távolság. Igen, tehát valóban szerintem is a legnagyobb különbsége ennek a térképnek a klasszikus ábrázolásokhoz képest, az a csendes óceánnak a láthatósága, a csendes óceánnak az ábrázolása, ami normál esetben eltűnik a térkép két oldalán, és egy ilyen két szélre eső résznek látszik, ami egész egyszerűen abból adódik, hogy nem ez van középpontban, illetve megtörjük ezt a felületet. Ehhez képest a második térkép, ami ezen a térképen viszont már egy egységes területként látjuk. Ott az amerikai és orosz összezárodás, alaszkai és orosz összezárodás miatt egyfajta öböl jelleggel látszódik. És szépen felrajzolódik az a fajta politikai kérdés ezen a térképen is, ami manapság itt a világrend átrendeződésével kapcsolatban fölmerül, hogy pontosan hogyan viszonyul egymáshoz, itt még csak földrajzi értelemben az Egyesült Államok és Kína. Mi a helyzet ezzel a térképpel? Meg van fordulva, ez technikailag Ausztrália központú világtérkép, egy fordított ábrázolással. Mit látunk ezen a térképen? Mi az, ami
szembeötlő ahhoz képest, amit egyébként így a világról, országokról gondolunk, látunk. Igen, egy politikai térkép továbbra is. Igen, egyrészt nagyon szépen kirajzolódik Alaszkának és az orosz területeknek a közelsége, ami egy klasszikus ábrázoláson el szokott veszni. Nagyon-nagyon szembeötlő, hogy Európa az leszorul a térkép szélére, és részben vetület miatt, részben pedig a szélére szorulás miatt egy szinte jelentéktelen, rettenetesen megosztott, földrajzi értelemben megosztott, elaprózódó területként látszódik a térképen, tehát szinte elveszik a térképről. Afrika is a szélre megy. Így van, Oroszország mérete az mindenképpen szintén látszik. Ugyanígy biztosan látható a csendes óceánnak a központisága és a mérete, amit megint óriási lesz. Ezzel együtt az Atlanti óceán pedig praktikusan eltűnik a térképről. Tehát amíg a csendes óceán egy klasszikus ábrázolásnál a mérete miatt azért mégiscsak ott van a térkép széleim, addig itt az Atlanti óceán az szinte nem. Az északi rész az Atlanti óceánnak teljesen eltűnik, a déli Atlanti óceán úgy, ahogy látszódik. Mi az, ami talán még itt megegyezhető? Egy dolog mindenképpen nagyon látványos, ami máskor kevésbé föltűnő. Így van, Kanadának a mérete és a kanadai szigetvilágnak a mérete, ami a klasszikus ábrázolásoknak az északi torzulása miatt el szokott veszni ott fönt. Még itt is, ez egy kevésbé torzít északon, de itt is elveszik, hogy egy ráhajlik a vetület miatt a kanadai szigetvilág a térképre. Itt nagyon szépen látszik a kanadai szigetvilágnak a mértéke, vagy mérete, és ezt majd kicsit később politikai szempontból is elő fogjuk venni. Mi látható ezen a térképen? És itt rátérünk az első nagy témánkra. Kína. Hogyha Kína... Egy állam esetében az embereknél a Maslow piramisról szoktunk beszélni, a szükségleteknek a rangsorolásában. Mi az, ami elsődlegesen szükséges egy embernél ahhoz, hogy képes legyen saját magát fenntartani, és akkor innen lépünk föl egészen a Maslow piramis tetejére, ami az önkiteljesedés. Az államok esetében ennek a képzeletbeli állam Maslow piramisnak mi lehet a legalsó fokán? Mi a nulladik lépés egy állam léte esetében? Igen. És a területnek milyen aspektusa? Tehát nyilván a terület az fontos, de mi kell ahhoz, hogy a terület határvédelem? Igen, de az már egy következő lépcső. Mi kell ahhoz, hogy ez a terület az megmaradjon hosszú távon? Így van, hogy legyen határa, tehát a biztonság, hogyha ezt kicsit ilyen áttételesebben akarjuk megfogalmazni. Tehát az elsődleges lépés, ami egyébként az emberi Maslow piramisban a fizikai szükségletek után szintén a második helyen van, a biztonság. Most mit látunk Kína biztonsága kapcsán? Meg lehet-e támadni Kínát északról? Hát viszonylag nehéz. Ugye egyrészt Mongólia felül a Góbi-sivatag határolja, Oroszország felül egy mocsárvidék határolja igazából, ahol nincs sivatag éppen, ott Észak-Korea irányból. Mit látunk keleten? Vagy csak nyugati oldalon? Ez nem működik. De próbálom. Jó, az, hogyha van egy pálcika, az lehet, hogy segít egy picit még. Szóval igen, hogyha... Bocsánat, visszajövünk a térképre. Nyugaton mit látunk? Nyugaton. Így van, nyugaton egyrészt hegyvidék van, másrészt megint egy ilyen nagyon kiterjedő piramisrendszer, sivatagrendszer helyezkedik el. Ráadásul egyébként a Kazaksztán-Kirgizisztán felőli határvidéken nem is nagyon van fizikai átlépési pont, ezek meg vannak ott szüntetve a kínai határvidéken, tehát onnan is Kína viszonylag nehezen megtámadható.
Mi a helyzet délen? A Himalája. A Himalája vonulatai végig mennek egészen a dél-nyugati határvidéktől le egészen Vietnámig, és ott pedig még szintén 1200-1500 méter magas hegyvidékek vannak, egészen szinte az óceánig, meg dzsungel. Tehát innen is Kína viszonylag nehezen támadható meg. Mi az egyetlen kitettsége Kínának, ahonnan... Köszönöm szépen. Tehát mi az egyetlen irány, ahonnan Kína támadható? Így van, ez a dél-kínai tengernek a vidéke, a kelet-kínai, dél-kínai tenger vidéke. Ez az egyetlen igazi nagy irányvonal, ahonnan Kína támadást remélhet, vagy támadásra számíthat. Védett ez a Kína. Igen, tehát Kínának alapvetően a geopolitikai adottságai azok elég jók. Viszont miért különösen kényes ez a tengeri határvidék? Mit látunk ezen a térképen? A népsűrűséget. Tehát látjuk azt, hogy miközben Kínának a védhetősége az szinte minden irányba biztosított, mégis a lakosságnak a jelentős része az pont azon a területen koncentrálódik, ahonnan támadható Kína, és ez nem csak kizárólag a népességre vonatkozik, hanem ennek megfelelően értelemszerűen a gazdasági teljesítményre, ipari teljesítményre és minden más olyan infrastruktúrájára Kínának, amit egyébként védeni szükséges. Csak egy érdekességként hoztam még egy ilyen térképet. Mit ábrázolhat ez a vonal? Ezek a piros ábrázolás, foltszerű ábrázolás, az a népsűrűségnek az ábrázolása szintén egy kicsit más beosztásban. Ez a vonal jelzés, nem véletlen az, nyilván, hogy ez a vonal, ez pont a lakosság koncentrációjának a nyugati határain húzódik. Ez az a vonal, ahol évente legalább 15 incs eső esik, ami a mezőgazdasági, hosszútávú mezőgazdasági termelhetőségnek, termékenységnek a határvonala. Tehát látszik az, hogy a kínai lakosság az pont azon a területen sűrűsödik be. Ez nyilván megint nem véletlen, hogy így alakul, ahol mezőgazdaságilag megművelhető termékeny földterületeket találunk. Na most, ha megalapítottuk azt, hogy Kína egy irányból támadható igazán, egy irányból számíthat klasszikus megszálló támadásra, ami igazán pusztító tud lenni, akkor ez a térkép megmutatja nekünk azt, hogy Kína mit lát ebben az irányban. Láthatjuk azt a perspektívát ebben az ábrázolásban, ahogy Kína a saját biztonságáról gondolkodik. Mik a kitettségek ebben az irányban Kínának? Egyrészt Tajvan. Tehát látjuk azt, hogy Tajvannak az elhelyezkedése és Tajvannak a felügyelete, de az, hogy ki az, aki ténylegesen szuverenitást és felügyeletet gyakorol Tajvan fölött, az milyen jelentőséggel bír Kínának a keleti partvidéke kapcsán. Mit láthatunk még? Japánt. Mit tudunk Japánnak a szövetségi rendszeréről? Alapvetően ez egy amerikai szövetséges rendszer. A második világháború óta az Egyesült Államok az, aki garantálja Japánnak a biztonságát. És Japánnak az elhelyezkedése olyan szempontból is kritikus Kína számára, hogy Japánban vannak amerikai haditengerészeti bázisok, és hol van még amerikai haditengerészeti bázis? Dél-Korea. Illetve van még egy Fülöp-szigetek lendélen, illetve Guam szigete, ami már itt kevésbé látszik a Fülöp-szigeteki tengerben, de szintén ugye Amerika és Kína között helyezkedik el nagyjából félúton. Kína számára ezért kritikus az, hogy azt a szigetvilágot, amiről rendszeresen szó van a hírekben, és egyrészt itt először piros vonallal, másrészt pedig első szigetívként, másrészt pedig sárga vonallal fönt második szigetívként kiépítse, és megfelelő módon felügyelje. De miért különösen fontos Kína számára még? Elsősorban ez a dél-kínai tengervidék, the South China Sea.
részben ásványkincsek miatt, de van ennél egy sokkal húsba vágóbb és sokkal mindennapibb aktuális jelentősége is. A világkereskedelem miatt, erről majd mindjárt nézzünk külön egy térképet, a kínai Európába irányuló világkereskedelemnek a túlnyomó része az ezen a területen, ebben az irányban bonyolódik le. Itt tud Kína kilépni igazából a csendes óceánon kívül bármilyen más irányba a világ nagy vizeire. És a szállítmányozás kapcsán ugye Kínának vannak különböző más próbálkozásai is. Pont most a napokban zajlott a egy út, egy övezet nagy infrastruktúra fejlesztési projektnek az éves csúcs találkozója Pekingben. Ez a nagy kezdeményezés a Kínának, ami néhány évtizedes távon esetleg meg tudja változtatni szárazföldi irányba az eddigi adottságokat. De a szárazföldi adottságoknak a szárazföldi adottságoknak a mérete azért a sokkal másabb. Megpróbálja valaki megtippelni, hogy mekkora a különbség a jelenleg működő legnagyobb teherhordozó hajó kapacitása és a legnagyobb vonat, teherszállító vonat kapacitása között. Tehát ugye van ez az egységes konténer méret, az egységes szállítmányozási konténer, ami akkora, mint egy teherszállító vonat kocsi. Az az egy egység, ebből viszel egy vonat nagyjából 100-at. A leghosszabb vonatok nagyjából 100-at. Mekkorát vihet el a legnagyobb hajó? 200-300. Több. Még a 3000-nél is több, amit elhangzott. Ugye ezek azok a hajók, ami a Szuezi csatornán megakadt. Ugyanannak a cégnek van egy legújabb hajója, az a legnagyobb. 25 000 ilyen konténert képes a hajó elvinni. Tehát ez nagyon fontos szempont abból a tekintetből, hogy érezzük a különbséget a között, hogy mennyivel értékesebb egy Kína méretű gazdaság számára a tengeri szállítmányozás, bármilyen szárazföldi, a légiről ne is beszéljünk, az ehhez képest még kisebb szállítmányozási kapacitásokkal szemben. A következő térkép még mindig Kínáról szól, meg még egy-két térkép az Kínáról fog szólni, de egy kicsit más vetületben Kína biztonsága. Mit láthatunk vajon ezen a térképen? Valaki meg tudja tippelni? Így van. Egyrészt látjuk az amerikai haditengerészetnek a kikötőit. Igen, de az véletlen. A térképen az Egyesült Államoknak a haditengerészeti kikötőit látjuk fehérrel. Egyrészt azokat, amik Amerikán belül vannak, itt. Másrészt pedig azokat, amik Amerikán kívül vannak. Egyrészt a csendes óceánon, másrészt pedig az indiai óceánon. A térkép George Friedman magyar származású geopolitikai szakértőnek a kutatóintézetétől származik. Azért az a dolognak a politikai jelentősége is itt kapcsolódunk Kínához. Mert Friedmannak az az állítása, hogy az Egyesült Államok alapvetően egy tengerészetre épülő hatalom, és az Amerika által gyakorolt világdominancia az elsősorban tengeri úton van érvényesítve. Ezért a legfontosabb szempont Amerika külpolitikája és világdominanciája szempontjából az az, hogy hogyan lép fel a világtengereken, és hogyan biztosítja a világtengereken ezt a dominanciát. És ezért az ő kutatóintézete két heti rendszerességgel mutatja azt, hogy éppen hol mozog az Egyesült Államok haditengerészetének azok a hajói, amik nem a kikötőkben vannak otthon. Az alsó kép, az tavaly, idén márciusból származik, pont abból az időből, amikor a kínai, tájvani kiélesedés az egy aktuális kérdés volt, és láthatjuk azt, hogy az Egyesült Államok mozgó haditengerészeti kapacitásai, ezek az úgynevezett hordozócsapásmérő csoportok és a kétéltű készenléti csoportok, ezek ilyen 9-10 hajóból álló 5-7 ezer fős legénységgel működő egységei az amerikai haditengerészetnek, azok itt elsősorban Kína környékén mozogtak, Guam szigetéről bevonódtak több egység is a kínai partvidékhez, vagy föl Dél-Koreához, vagy egészen közel Tájván környékéhez. És ehhez képest ez pedig a múlt, nem is a múlt heti 12-i legutóbbi frissítés, és szépen látjuk egyrészt azt, hogy az aktivitás Kína környékén
megszűnt, viszont hol lett aktívabb? Pontosan a földközi tenger vidékében, a mediterráneum vidékében. Ez ugye a hírekben is előjött. Ugye egyrészt a 78-as számmal a George Washington csoport volt az, ami bevonódott egészen az izraeli partvidékhez a földközi tengeren, másrészt pedig egy másik csoport mozgott itt föl egy repülőgép hordozó hajóval a kuvaiti kikötőhöz, ami pedig a másik oldalról közelíti meg. Egyrészt ezt a konfliktuszónát, másrészt pedig talán még fontosabb az iráni partvidéket. És végül pedig ez a térkép az, amire még szeretnék visszautalni a korábbiakból. Mit ábrázolhat ez? Nem a repülőútvonalak, mert azok a szárazföld fölött is mennének. Így van, ez a tengeri kereskedelmi útvonalakat ábrázolja ez a térkép, és nagyon szépen lekövethető az az állítás, amiről korábban beszéltünk, hogy Kína milyen módon kitett a dél-kínai tenger felé kereskedelmi szempontból, és láthatjuk azt, hogy ugyan van kereskedelmi forgalom a Csendes-óceán területén is, de mégiscsak, tehát itt ugyanakkor a jelentős része ennek a mozgásnak az ezen az útvonalon történik, a dél-kínai tenger felé, és hogyha valaki például Shenzhenből vagy Shanghaiból, amik ugye a legnagyobb termelési központjai Kínának, Európába szeretne szállítani bármit, akkor az egész egyszerűen úgy működik, hogy a dél-kínai tengeren keresztül itt Szingapúr és Malajzia között a Malakaszorosban kilépnek a Indiai óceánra, utána elhajóznak a Szuezi csatorna felé, itt az Arab-félsziget mellett, a Szuezi csatornán keresztül belépnek a földközi tengerre, és akkor a földközi tengerről pedig vagy Gibraltáron keresztül fölhajóznak északra, vagy egész egyszerűen már átpakolnak és szárazföldön szállítanak tovább valamelyik mediterráneumi dél-európai kikötőből. Ez a térkép, és picit parafrazálva és megfordítva, hogy a kínai, az előző térképre visszautaljak, a fejjel lefelé láttuk a világot, nagyon szépen látszik, hogyha Kínából valamit szeretnénk Európa felé továbbítani, akkor az jelenleg a mai geopolitikai adottságok és földrajzi adottságok mellett igazából itt működik. Tehát Kínának az, hogy ő kijárással és hozzáféréssel bírjon az Indiai óceán felé, az egy kritikus geopolitikai szempont, és Kínának a világszemléletét ilyen szempontból csak ezzel a megközelítéssel, csak ezzel a keleti szemlélettel, és ezzel a fajta kicsit Kína központú világnézettel, világnézéssel lehet igazán jól megérteni. Hoztam még egy Kína térképet, mielőtt áttérünk a további kérdésekre, és ezzel a Kína blokkot kicsit lekerekítjük. Ez mit ábrázol, miben különleges ez a térkép? Igen, tehát most eltértünk a vízszintes vagy horizontális ábrázolástól, és egy kínai vertikális világtérképet látunk Kína központtal, és egészen más dimenzióba helyezkedik az Egyesült Államok és Kínának a viszonya, ami nem a csendes-óceáni kapcsolaton keresztül van ábrázolva, mint hogy egyébként, ugye a klasszikus térképen itt van a térképnek a keleti vége, és akkor így megyünk át az Egyesült Államokba. Ez itt a függőleges ábrázolás miatt teljesen más megközelítésbe kerül. És mi az, ami hangsúlyossá válik az Indiai-óceánon kívül? Ugye nyilván az van nagyon középen. Igen, a déli sark, csak ugye a déli sarknak olyan viszonylag kevés relevanciája van most, de mi az, ami megjelenik a térképen, ami viszont szinte egyáltalán nem látszódik egy normál világtérképen. De Afrikát azért látjuk egy világtérképen. Az északi sark. Az északi sarkkör, ami szintén elveszik általában az északi ábrázolások miatt, vagy az északi résznek a torzítása miatt, és itt viszont
Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatrendszernek, de részben a Kína és Európa közötti kapcsolatrendszernek is az elsődleges közvetítője és ilyen köztes zónája az az északi sarkvidék, az északi sarkkör lesz ezen a térképen. És hogyha egy ilyen világ térképet nézzünk, ami viszont már egy teljesen északi sark megközelítésű, akkor pedig kezd jobban érthetővé és láthatóvá válni az északi sarkkörnek a hosszú távú jelentősége. Hiszen ha ma el szeretnénk szállítani valamit Shanghaiból Berlinbe például, visszamenve a világkereskedelmi térképünkre, az úgy működik, hogy kihajózok Shanghaiból, lemegyek a dél-kínai tengerre, Malakaszoros, Indiai óceán, Vörös tenger, Suezi csatorna, földközi tenger, és akkor vagy itt mondom, átpakolok és felmegyek Berlinbe, vagy még megkerülöm Nyugat-Európát az Atlanti óceánon, és úgy pakolunk ki valamelyik nagy kikötőben, mint Rotterdam, Hamburg vagy Trondheim Norvégiában. Na most ehhez képest, hogyha az északi sarkkör hajózhatóvá válik, akkor ezek a távolságok praktikusan megszűnnek, de legalábbis nagyon-nagyon lecsökkennek. Tehát most a távolság az úgy működik, hogy itt vagyunk Shanghaiban, és erről kerülünk, és jövünk be a földközi tengerig legalább, vagy még. Na most ehhez képest ez a távolság úgy változik meg, hogy szárazföldön fel kell vinni Kelet-Szibérián keresztül, aminek a kapacitás képítése azért nem egy túl nagy feladat Kínának és Oroszországnak együttesen, és itt lehet hajóra pakolni, és innen lehet mozogni az Egyesült Államok felé, Európa felé. Igen. Tehát, hogy így egy teljesen más dimenziója válik elérhetővé a világkereskedelemnek, és hogy egy picit részletesebb térképet nézzünk itt az északi sarkvidékről, akkor ez még szebben látszik. Ugye itt van fönt északon Oroszország, a déli oldalon Kanada, a kanadai szigetvilág, és akkor itt visszautalnék a kanadai szigetvilág jelentőségére hosszú távon a világkereskedelem szempontjából, meg a geopolitikai szempontból is. Itt van Grönland, itt pedig Észak-Európa, Norvégia, Svédország, Finnország. És látszik az, hogy ma a hajózhatósági útvonalai az északi sarkkörnek, az ez a két vonal, a piros vastag szaggatott és a zöld vastag szaggatott vonal. Az egyiket Kanada felügyeli, a másikat Oroszország felügyeli. A többi terület az vagy jég alatt van az év jelentős részében, de általában nem hajózható. Na most ennek megfelelően, hogyha elkezd visszahúzódni a jégtakaró, és a jégtakaró visszahúzódása az ott látszik, hogy 1979-ben az átlagos kiterjedtség az a piros pöttyös vonalon volt, ma pedig a fehér vonalon van, akkor szépen látszik az, hogy ez hogyan kezd el visszaszorulni, hogyan szorul vissza folyamatosan, és ez nem olyan nagy időtáv 1979-től 2000-ig, amit a térkép ábrázol. Tehát látszik, hogy ez nem is egy lassú folyamat, hanem egy kifejezetten gyors folyamat. Viszont ez egy teljesen új geopolitikai adottságot fog jelenteni a nyugati, mind a keleti világ és a kettő között zajló kereskedelem szempontjából is, plusz bizonyos országok erősen fel fognak értékelődni. Itt különösen igaz ez Grönlandra, aki most ilyen szempontból egy viszonylag jelentéktelen területe Dániának, ráadásul belpolitikai válságokkal is, mert dán-grönlandi viszonylatban belpolitikai válságokkal is tűzdelt történet, viszont a jelentősége Grönlandnak az egészen meg fog nőni, és meg fog változni azzal, hogyha az északi sarkkör hajózhatóvá, és ilyen szempontból könnyedén bevonhatóvá válik a világkereskedelembe. Ezzel értünk el az első nagy blokknak a végére, aminek még egyszer a célja az akart lenni, hogy bemutassuk azt, hogy a térképek egy konkrét kérdéskörben nézve hogyan tudnak egy történetet, egy országnak a geopolitikai nézőpontját és gondolkodásmódját bemutatni, befolyásolni, és talán érthetővé tenni. A második blokkban, a hátralévő 20 percben pedig néhány olyan térképet hoztam, ami most már egymástól kicsit függetlenebbül, de egy-egy érdekes szempontot próbálnak meg bemutatni a világból és a világpolitikából. Mit ábrázolhat ez a térkép? Hát a vonalasokat.
Így van, nagyjából a vallásokat, a világ nagy civilizációs rendszereit ábrázolják a világtérképen. Egyrészt a sötétkék vagy sötét lila ábrázolja a klasszikus nyugati civilizációt, a világos kék az ortodox világot, a zöld az iszlám világot, a sárga a buddhista területeket, a narancssárga a hindu vallást, ez a, nem tudom, szürkés zöld az afrikai civilizációs kört, a világos lila rózsaszínes latin-amerikai civilizációt, a sinoista kínai világot a piros, és végül ott a halvány rózsaszín magában a térkép szélen a japán civilizációt. Ez Samuel Huntingtonnak a Civilizációk összecsapása című könyvéből származik, ahol azt a paradigmát állítja föl Huntington, amivel lehet vitatkozni, de bizonyos fajta igazsága mindenféleképpen van, hogy a nagy összecsapások, a nagy konfliktus rendszerek, azok ezeknek a civilizációs struktúráknak a határvidékein alakulnak ki. És azért, ha megnézzük ezt a térképet, végignézzük ezt az ábrázolást, akkor látjuk is azt, hogy valóban jó pár olyan civilizációs problémakör, amivel jelenleg a világon szembesülünk, az itt húzható fel. Tud-e valaki példákat mondani erre? Így van, tehát ez itt a pakisztán-indiai határvidék, meg főleg ez a Kasmírvidék itt fönt a kínai, pakisztáni, indiai határon, az mindenféleképpen ide tartozik. A román-magyar határ, igen, de az talán elsősorban nem ebben a kérdésben. Mi lehet még, ami ilyen? Szudán-Etiópia és az egész Száhelöv. Hogyha végignézzük, a teljes Száhelöv az pontosan itt húzódik végig, ennek a iszlám és afrikai civilizációs határvidéken. Van egy térkép, azt pont most nem tettem bele az előadásba, de ez azt mutatja be, hogy 2015 óta hol tört ki katonai puccs Afrikában, és lényegében a Száhelöv összes országában, az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánig mindenhol volt katonai puccs, Csáddal bezárólag most az elmúlt időkben. Nem Csáddal, hanem Nizserrel, ahol legutóbb puccs tört ki pár hónappal ezelőtt. Izraeli-Palesztin, az itt nem látszik nyilván pontosan a nagyítás miatt, de ugye itt is van ez az izraeli-palesztin ellentét, az pontosan nem mentén húzódik. A Fülöp-szigetek és az a terület mindenképpen ilyen. Örményország, Azerbajdzsán, pontosan a Kaukázus vidéke, az ennek klasszikus példája, és hosszú távon is, ugye nem csak kifejezetten most az azeri örmény, nyilván ez az, ami aktuális, de a török örmény ellentét, ezek mind-mind ebben a dimenzióban írhatóak föl. A mi közelünkben is van egy ilyen konfliktuszóna, ami az 1300-as évek óta folyamatosan. A Balkán, így van, általánosságban a Balkán, ahol ráadásul mindezt tetézzük azzal, hogy nem csak az európai és az ortodox, de az európai ortodox és az iszlám civilizáció találkozik, ugye talán Bosznia az, aki ilyen szempontból a legeklatánsabb példa, de ami viszont a legégetőbb, az most a szerb-koszovói, szerb-albán szembenállás. De hát ugye a Rigómezei csata óta ez egy folyamatos története a Balkánnak, mióta az Oszmán Birodalom megjelent a térségben. Bocsánat, mi van a Latin-Amerikában? Ott van egy olyan... Igen. Ez egy speciális történet. Ugye ezek azok a gyarmati országok, amik megmaradtak valamilyen szempontból európai befolyás alatt. Itt ez két ország, a francia Guyana, ami Franciaországnak a speciális területe a mai napig, illetve Surinám, ami pedig egy holland gyarmatvidék volt, és ott maradtak, tehát nem a klasszikus latin-amerikai civilizáció van, nem az alapvető népességtömeg, de ott valamiért ez talán kevésbé van kiélezve. Egy viszonylag jól karbantartott terület ilyen szempontból. A piros az ugye Kína. Kínának két,
Hát egyrészt a kínai-japán ellentét, ami részben ilyen szomszédsági konfliktus, részben civilizációs, másrészt pedig azért látszik itt a buddhista és kínai határvonal, ami Tibetnek a kérdése elsősorban. Igen. Illetve hát vannak az ujgurok, ami szintén egy ugyanilyen konfliktuszóna. Talán most a kínai és a dél-kelet-ázsiai vidéknek, tehát itt lent ez a kínai dél-kelet-ázsiai szembenállás, az éppen most nem olyan aktuális, de hát azért a kambodzsai... Az a sinoista, tehát a kínai kultúrkör. Hadd kérdezzem meg, hogy Kazasztán miért a egyszínű Oroszországgal nem iszlám ország? Jó, köszönöm. Szerintem Kazasztánt alapvetően az ortodox világhoz sorolták be. Én szerintem Kazasztán nem iszlám. De hát van iszlám lakosság, de Kazaksztán alapvetően nem iszlám ország. És a dél-afrikai köztársaság? Nekem is van egy képpelig az, hogy India egységes ezen a térképen. Hát olyan óriási iszlám nyomás alatt van, hogy ez nem igaz. Nyilván, tehát Kína... Létszámban igen, ugyanakkor politikai szempontból azért India egy egységes működést mutat. Tehát hogyha azt nézzük, hogy India politikai aktorként hova tartozik, akkor olyan tekintetben Kína egységes, és azért a térkép az nagyobb részben egységbe tartja az országokat. Vannak megosztott országok, ugye Kínában a tibeti rész, vagy itt lent Afrikában vannak országon belüli határok is behúzva, de alapvetően itt a politikai irányítás szempontjából próbálja meg a térkép besorolni az államokat. Mit ábrázol ez a térkép? Lengyelország három felosztását, ugye ez az 1914-es határvonalak, Németország, Orosz Birodalom, monarchia, de mit ábrázol a kék és a piros szám? És mondtad az aktualitást, ez nagyon aktuális. Ez egy háromnapos térkép. Hát a szavazás. Nyugat-Lengyelország és a tengerpart az liberális, a Kis-Lengyelország az konzervatív. Ez a hétvégi lengyel parlamenti választásoknál a két nagy tömnek, civil platform, jog és igazságosság támogatásbeli megoszlása, és gyönyörű szépen látszik az, és ezért hoztam el ezt a térképet demonstrálandó azt, hogy hogyan képesek a hosszú távú történelmi és ezen keresztül társadalomba beívódó mintázatok és hagyományok befolyásolni a modern pártválasztási preferenciákat. Tehát egészen megdöbbentően pontosan hozza még mindig 2023-ban is az 1871-es vagy 1914-es, ahogy tetszik, de mindenféleképpen egy több mint egy évszázados hagyományát a lengyel társadalomnak, tehát ahol az Orosz Birodalom, ami az Orosz Birodalomhoz, illetve a monarchiához tartozott, ott a jog és igazságosságnak az elsöprő többsége látszódik a mai napig a pártpreferenciákban, ahol pedig a Német Birodalomhoz, tehát akkoriban a nyugati oldalhoz tartozott, vagy nyugati területekhez tartozott Lengyelország, ott pedig a liberálisabb, vagy Lengyelországban a liberális az egy relatív fogalom, még mindig konzervatív irány, de egy liberálisabb, konzervatív irányú civil platform támogatottságát látjuk. A nagy kivétel az ugyan a Varsó, ami ott egy lyukként, másik oldalon pedig egy liberálisabb tömként jelenik meg. A kérdés ugyanaz, mit látunk ezen a térképen? A világot, és mit jelenthetnek ezek a színkódok? Ez mindent lehet, igen, minden lehet. Akkor segítek a jelmagyarázattal, nem lesz órási segítség, talán azzal már egyszerűbb. Nagyon érdeklődő vagyok. A születésszámot, a reprodukciós rátát mutatja a térkép. Ugye itt 0-tól 8-ig
változóan mutatja azt, hogy az egyes államokban mekkora a reprodukciós ráta. És nagyon szépen kirajzolódik az, hogy egy részre, praktikusan Fekete-Afrikára vagy Szubszahari Afrikára, kivéve itt a nagyon fejlett Szubszahari Afrikát, ami Botswana, Namibia és Dél-Afrika, de alapvetően a Fekete-Afrikai, Szubszahari Afrikai területeken kiemelkedően magas ez a reprodukciós ráta, és hoztam hozzá még egy térképet, ami perspektívába helyezi még egy fordulóval ugyanezt a térképet. Azért a korrelációt a két térkép között azt szerintem egyértelműen lehet látni. Mit mutathat a lenti térkép? Az előbb elhangzott ötletként az előző kérdésnél ugyanez az erre való jó válasz. Ezek a legkevésbé fejlett, vagy legszegényebb országok. Van az OECD-nek és az ENSZ-nek egy ilyen mérőszáma, ami a least developed countries, legkevésbé fejlett országok kategóriát mutatja. Ez az, ahol az egy főre jutó bruttó nemzeti bevétel az 4000 euró alatt van. Nagyságrendileg ez Magyarországon 21 néhány ezer, Nyugat-Európában 40-50 ezer, tehát ezek a dimenziók. Ezek a legkevésbé fejlett államok a világon, összesen 33 ilyen állam van Afrikában, és 9 Ázsiában, egy pedig Dél-Amerikában. És nagyon szépen látszik, hogy miért különösen nagy probléma a túlnépesedés kérdése, mert hogy a túlnépesedés, és az meg egy sokkal hosszabb vitának az eldöntés, hogy a kettő között milyen irányú pontosan az összefüggés és a kapcsolat, de ugye a legkevésbé fejlett országokban vannak a legnagyobb reprodukciós ráták, és a legnagyobb reprodukciós rátájú országok a legkevésbé fejlettek a világon, ami ezeknek az országoknak a fejlődési csapdáját is felvetíti, és előrevetíti számunkra. És végül, de nem utolsó sorban a záró térképe az előadásnak, ami személy szerint nekem a legkedvesebb térképem olyan szempontból, hogy szerintem ez az, ami a legszebben magyaráz el egy történetet egészen minimális ábrázolás mentén, az ez. Mit ábrázolhat ez a térkép? Utoljára föltéve ezt a kérdést ma este. Fejlődés. Minek a fejlődése, vagy minek a mozgását mutathatja ez a térkép? Ipari fejlődés, nagyon jó az irány. Igen. Ez a világgazdaság középpontjának a mozgását mutatja a modern civilizáció során. Ezt úgy kell érteni, hogy egy adott időpillanatban megnézték, hogy mekkora volt az egyes államokban a GDP, és ezt összevetítették egy súlypontra a világon. Tehát ez egy gazdasági súlypont, ami nem azt mutatja, hogy hol van éppen a legnagyobb gazdasági erő, hanem hogyha ezeket a különböző gazdasági erőket valahogy összevetítjük, akkor ez hol helyezkedik el, ez a középpont, ez a súlypont a világtérképen. Ugye honnan indulunk? Krisztus előtt, Krisztus után egyből indulunk, itt lent, valahol a mai Dél-Szibéria, Nyugat-Dél-Szibéria vidékén. Minek köszönhető az, hogy itt van a világkereskedelem központja Krisztus előtt, Krisztus után egyben? Róma, Kína és a Mediterráneum. Ugye alapvetően ebben az időben a világkereskedelem az vizen zajlik, tengeren zajlik, a földi, szárazföldi szállítmányozás az szinte lényegtelen, és a gazdasági teljesítmény előállítása is kereskedelemből van, nem pedig gyártásból. Ugye ma a gyártás és szolgáltatás központú a világkereskedelem, akkor pedig alapvetően szállítmányozás és kereskedelem központú volt a világgazdaság. És ennek megfelelően ez itt lent van délen a földközi tenger világához közel, és a Kína és Mediterráneum tengelyen nagyjából középen elhelyezkedve. Utána azt látjuk, hogy 1600 év alatt, tehát 1-től 1600-ig minimális mozgás van picit keleti, picit északi irányba, majd utána 200 év alatt egy ugyanakkora fejlődés van, mint ami előtte 1600 év alatt volt, egy picit nyugati, picit északi irányban. Mi volt ez az időszak? Ez a mezőgazdasági termelésről, az ipari termelésre, vagy a termelésre való átállás, elsősorban ez még azért a manufaktúra időszak. És nézzük meg azt, hogy ugye 1600 év alatt mozogtunk ennyit, majd 200 év alatt mozogtunk ennyit, és ezután 50 év alatt mozogtunk
szinte megint ugyanannyit, viszont na, az az ipari forradalom, így van, tisztán nyugati irányba, az ipari forradalom, első ipari forradalom időszaka lesz ez, amikor elkezdünk nyugati irányba mozogni, utána pedig megint a gyorsaság és a gyorsulás ütemét nézve megint 50 év telik el, és most már szinte 50 év alatt tettünk meg annyit, mint előtte 1850 év alatt. Ez milyen időszak lesz? Második ipari forradalom, így van, és akkor 1900-ban valahol ott Észak-Finnország környékén van ez a súlypont, majd 50 év alatt elmozog innen át Izland fölé. Mi lehetett ez a folyamat? Igen, és Amerika megerősödése, az amerikai gazdaság megerősödése, és ebből látunk egy óriási mozgást itt 50 év alatt szépen átjön Izland fölé, a második világháború utánra. Ezután 10 év alatt van egy kis mozgás ugye itt lefelé, és 1950-ből 1980-ig, 30 év alatt elindulunk kelet irányba. Mi lehet ennek a mozgásnak a dekódolása, ami 1950-től visszamozgat minket ide Norvégia fölé északra 2000-re, 50 év alatt? Részben a Marshall segély, tehát egy európai gazdaság növekedési dinamika. Másrészt viszont itt már van egy másik folyamat. Japán és Dél-Korea. Ugye ez az időszak, ami még nem a kínai dominanciának az ideje, de a japán és dél-koreai gazdasági csodának az évtizedei, az elektronikai iparnak a megjelenése és felfutása, és látjuk szépen azt, hogy ez alatt az 50 év alatt egy nagyon erős keleti, picit északi irányú mozgás történik, és akkor utána pedig 2000 után viszonylag egyértelmű, hogy mi a következő 25 év. Ez a kínai felfutás, ez a kínai gazdaságnak a megerősödése, és látjuk azt, hogy ez a gazdasági súlypont hogyan mozog vissza 2000-től 2025-ig, 25 év alatt megint. Tehát itt 1850 évről, vagy 1800 évről beszélünk, itt 50 évről, itt megint 50 évről, itt pedig már csak 25 évről. De hogyan mozog vissza 2000-től 2025-ig ez a gazdasági súlypont? Érdekes módon ugyanabban kelet-nyugati tengelyen ugyanúgy nagyjából Szibéria környékére, csak jóval északabbra, tekintettel arra, hogy nyilván Európa megerősödik plusz a tengeri kereskedelemnek, önmagában a szállítmányozásnak a jelentősége az nyilván gazdaságilag kisebb, mint a termelésé, az ipari termelésé a mai modern világban, mint sem korábban volt. Kedves nézőink, a köztérben a térképek rejtelmeiről, azok tükrében a világ történelmi, politikai folyamatairól hallhattak bővebben. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.